úgyhogy nem akarok nagyon merev, nagyon formalizált lenni, de mégiscsak el kell viselniük, hogy azért néhány bevezető mondatot mondjak azon alkalomból, hogy újra tudunk adni a Lukázsiai Alapítvány kuratóriumait a többes szám, és nem valamilyen királyi többesről van szó. Tudunk adni Lukázsiai díjat. Köszöntöm a három új díjazottat, Ferge Zsuzsát, Földes Györgyöt és Szilágyi Ákost. Köszöntöm a korábbi díjazottakat, akik el tudtak jönni, természetesen mindenkit meghívtunk. Köszöntöm a kuratórium jelenlévő tagjait. Köszöntöm azokat, akik valamiképpen támogatottunk, lukácskutatók, úgyhogy barátok, családtagok, ismerősök. Lukács György díjat átadni aligha lehet 2017. április 28-án, anélkül, hogy azért a Lukács György körül forrongó dolgokról ne szóljak egy szót sem. Bár többnyire azért mindenki napra kész, de mégiscsak el kell mondanom azt, hogy az elmúlt években, mondjuk a közelmúltig, de 2010 óta mindenképpen, hát rájár a hud Lukács Györgyre, ha szabad ilyen ironikus és méltatlan kifejezést használnom. Rájár a rúd, legutóbb éppen az archívum Lukács György emléktábláját szentségtelenítették meg tegnap előtt éjszaka. De hát kezdődött az egész nem egyszerűen a Lukács György életművének a mutatásával, hanem a filozófusok elleni kampánya, támadása, lényegében az úgynevezett 5. Lukács felvel. Aztán folytatódott a Lukács archívum felszámolására, megszüntetésére, szétdarabolására tett kísérlettel. Aztán különböző egyéb akciók nyomán a Lukács György szobornak az eltávolításával, most vasárnap a hűlt helyén föl fognak állítani egy papírmassé, vagy nem tudom, hogy nevezzem, szoborpótló emlékművet, ami mindenképpen szép, szomorú alkalom lesz. De folytatódott a Lukács ellenes kampány nagyon sok egyéb akcióval, amelyeket nem kell, azt hiszem, részleteznem. És hát legyünk őszinték, a Magyar Tudományos Akadémia sem állt a helyzet magaslatán, hogy ebben most tisztelettudóan, sőt, talán megalkulóan fogalmazzak, mint ahogy elvárható lett volna. Sőt, egy komoly támadás érte magát a Lukács György Alapítványt is, hiszen több jobbikus újságíró és képviselő a bírósághoz fordult, hogy fosszák meg az alapítványunkat Lukács György nevétől, mondván, hogy kommunista gyilkos, stb. Stb. Na most ez ugyan komoly jogbizonytalanságot azért nem keltett, de kétségtelen, hogy egy kicsit várnunk is kellett, hogy legalább záruljon le a bírósági procedúra. Ebben a Magyar Tudományos Akadémia korrektül viselkedett, és lényegében azt nyilatkozta a bíróság kérdésére, hogy Lukács György tudományos munkássága alapján természetesen lehet annak az alapítványnak a névadója, amely alapítványnak éppen az a funkciója, hogy Lukács György életművét segítse. Ezért mondtam tehát azt, hogy tulajdonképpen rájár a hud Lukácsra. És most elmondom a dolog másik oldalát. Ugyan Lukács reneszánsz nincs, de kétségtelen, hogy valami szolíd kis Lukács konjunktúra azért van. És ez részben annak köszönhető, hogy ennyire durván, otrombán támadták és támadják Lukács Györgyöt. Tehát mondhatnánk, a védekezésből némileg táplálkozhat valamiféle Lukács érdeklődés, és ezt én olyanokon mérem le elsősorban, nem a szakmán, akik jóformán csak a nevét, vagy még azt se hallották, hogy ki ez a Lukács György, és most megkérdezik úton, útfélen, olykor a Facebookon, olykor, hogy ki is ez a Lukács. És nem feltétlenül a gyűlölködő, vagy közömbös többség, hanem az érdeklődő. De hát pozitívum az is a Lukács
kultusznak, vagy legalábbis a Lukács iránti érdeklődésnek a bizonyítéka az a háromnapos Lukács konferencia, ami éppen ezekben a napokban zajlik, egy nagy nemzetközi konferencia, 100-nál több résztvevővel. Nagyon örvendetes, hogy éppen ezekben a hetekben, hónapokban új kiadványok jelentek meg. Az iStasis kiadó kiadta a nagy Luchterhand Lukács sorozatnak a hiányzó kötetét, a fiatal Lukács kötetet, ami német, de majdnem kritikai igényű kiadás, és azért ez a nemzetközi Lukács kutatás szempontjából nagyon fontos. És a közelmúltban is megjelent, hát nem utolsó sorban a mi alapítványunk támogatásával, két könyv is, két eltérő szemléletű, különböző megközelítéseket tartalmazó könyv, az egyik Szabó Tibornak a könyve Lukács tanulmányokkal, a másik Böcskei Balázsnak, egy nagyon érdekes új könyve, és készülőben van Kelemen Jánosnak az Amerikában megjelent Lukács könyvéből készülő magyar változat. És örvendetes az is, hogy hát Okram Pamuk a könyvfesztivál alkalmából egy nagyon-nagyon elkötelezett, nagyon-nagyon tiszteletre méltó nyilatkozatot adott, és némileg talán segíti a Lukács körüli érdeklődést az a tény is, hogy három olyan tudós értelmiségi fogadta el a Lukács alapítvány díját, ami a Lukács díj és egyáltalán a Lukács örökség szempontjából is megtisztelő. No, magát a Lukács díjat azt 1989-ben alapították, szétosztottam az eddigiek, illetve hát a mostaniakkal együtt ebben a díjban részesülteknek a névsorát. Pulzálóan sikerült kiadni, volt, hogy kimaradt jó néhány év, volt, hogy egy évben többet is tudott adni a kuratórium. Utoljára valóban 7 évvel ezelőtt adtunk, akkor Poszler György, Radnóti Sándor és Krausz Tamás kapott Lukács György díjat. Hát a közben eltelt 7 év, ugye nem véletlen összefügg egy kormányzati ciklusváltással, amelyik hát enyhén szólva nem segítette a mi működésünket, pénzelvonás és nagyon sok egyéb ok is közrejátszott. Most végre az a helyzet, hogy újra tudunk Lukács György díjat adni, méghozzá nem csak oklevelet, hanem valóban díj mértékű támogatást. A Lukács György díj nem csak Lukács kutatóknak szól. Tehát nem az a Lukács kuratóriumnak a profilja, hogy minden áron bármilyen kis apró Lukács cédula előkerül, akkor azt már feltétlenül díjazni kell. Ez egy tágan vett társadalomtudományi profilú intézményekhez is kötődő, adott esetben utazásokat, ösztöndíjakat, de főleg könyveket és folyamatokat támogató alapítvány. Pici alapító összeggel, de évente azért 2-3 könyvet, 2-3 folyamatot tudtunk támogatni, és 2-3 évente néhány Lukács György díjat is tudtunk adni. Tehát nem kell mindenáron Lukács Györgyhöz kötni, és senkinek nem kell valamiféle, hát akár pszichoanalitikus mélységű, akár ilyen politikai deklaráció szintű Lukács elkötelezettséget bizonyítani, hiszen Lukács számos művével vitatkozók is kaptak és kapnak Lukács György díjat. Itt alapvetően egy olyan tudományos díjról van szó, amely Lukács szellemiségét egy tágan értelmezett baloldali tudományos igényességet tükröz. Hát most ugye hárman kapnak, azonban én sajnos egyikük szakterületében sem vagyok
szakember. Én csak egy irodalomtörténész vagyok, és ezért megengedhetem magamnak azt a nagyvonalúságot, hogy ne szabályos, pláne nem ilyen akadémiai típusú laudációt mondjak, hanem egy kicsit személyesebbet, egy kicsit szubjektívebbet, de nem fogok egészen privát jellegű sztorikat elmondani, bár mind a három jutalmazottal kapcsolatban lennének privát mesélnivalóim. Három díjat határozott el a kuratórium, és ez a három díj, ez úgy érezzük, hogy valamiképpen folytatja azt a rangsort is, amely az eddigi Lukács díjazottak népsora. Ferge Zsuzsáról valamit hadd mondjak, és majd csak a legvégén fogom átadni az oklevelet. A szociológiának és a társadalomtudományoknak egy egész különleges egyénisége, Zsuzsa, hogyha szólíthatlak így az intim közösség előtt, és ha nem lenne a szónak egy ilyen arisztokratikus konnotációja, azt mondanám, hogy a szociológia nagyasszonya vagy. A nagyasszony számomra nem egy ilyen gőgös kifejezés, hanem egy bensőséges és valóban rangot adó epiteton ornász, amihez hozzátenném, hogy egy olyan nagyasszony vagy, aki viszont állandóan mosolyog, és ez a mosoly, ez nagyon sajátos módon nem leplezi, hanem kifejezi azt a hihetetlen sok küzdelmet, amelyet Zsuzsa a tudományért, a szociálpolitikáért és sok mindenért folytat. Nem sorolom fel az összes művét, én hadd emeljem ki azonban 1976-ot. Én akkor nemrég végeztem az egyetemen 5 éve, és akkor jelent meg az iskolarendszerről szóló könyved, amiben hát az volt a megdöbbentő, nagyon nyíltan, bizonyos stiláris lekerekítésekkel, hogy a 70-es években az iskolarendszer már nemhogy nem csökkentette a társadalmi egyenlőtlenségeket, hanem sajnos növelte. És ezt te mondtad ki legalábbis számomra, de szerintem a tudományban először, miközben részt vettél a társadalmi struktúra vitáiban is. Aztán a gazdasági reformok időszakában te nagyon gyakran megszólaltál, hogy helyes a gazdasági reform számos alaptétele, de nem szabad zárójelbe tenni azt, amit lehet, hogy szakszerűtlenül én szociálpolitikai ellensúlynak vagy kontrollnak nevezek. Többen megvádoltak téged azzal, hogy fékezed a reformot. Te nem fékezted a reformot, de ami azóta is probléma, hogy a modernizációt hogy lehet összekapcsolni egy társadalmi igazságossággal, ez a te érdemed. A közelmúltban egy olyan izgalmas interjút jelentettél meg a Prekariátusról, a Fordulat című folyóiratban, amelyik tanulmányértékű, bizonyára azért a kérdéseket nem utólag vágták be, de egy nagyon lényeges dolog, mert van ilyen, olyan lényeges új társadalomtudományi fogalomról van szó, amely hát a hagyományos osztályelmélethez képest egy csomó újdonságot ad. Karácsonyra jelent meg egy nagyon szép cikked, szép szomorú cikked a Népszavában, akkor már ugye nem volt népszabadság, és ebben olvastam azt a nagyon fontos tételedet, hogy az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mondja a mai kormányzat, és tulajdonképpen ez azóta is érződik, sőt, hát éppen a tegnapi hírek alapján különösen. Végül két új könyvedről, csak nagyon röviden, az egyik összefoglalja a rendszerváltozás utáni szociálpolitikának és társadalompolitikának a történetét, egy hallatlan, izgalmas, érdekes kézikönyv, tankönyv,
és sok minden együtt, és egyúttal azt is szimbolizálja, ami Zsuzsának az egyik fő értelme, hogy nevelt, hogy fölnevelt egy, sőt talán már két szociológus, szociálpolitikus generációt, akik közül jó néhányan ebben a könyvben aktívan részt vettek. És végül van egy életút interjúja Zsuzsának, a Nem cserélek elveket, amelyről nem nagyon akarok többet mondani, hiszen a cím magáért beszél. Sok mindent nem mondtam el Zsuzsáról, de hát mondtam, hogy egy kicsit önkényes, kicsit személyes hangú bemutatót tudok csak vállalni. Földes Gyula. Itt is hadd engedjek meg magamnak egy kicsit ironikus, játékos dolgot, ahogy Zsuzsánál a tudomány nagyasszonya jelző. Gyuri tulajdonképpen maga a 3T, de nem a támogat, tűr 3T-je, hanem a hivatását tekintve ő történész, tudományszervező és tanár. És úgy érzem, hogy ez a három hivatás Gyurinál szerves egységben for, miközben van azért még jó néhány olyan területe az életnek, amelyben Gyuri aktív volt, és remélhetőleg marad, és ez érintkezik a politikával. Nem vált főhivatású politikussá, de tudott és tud közvetíteni politika és tudomány között, mikor tudományt művel, akkor abban nem hagyja beleszólni a politikát, és e tekintetben is nagyon-nagyon következetes Földes Gyuri. Azon értelmiségiek közé tartozik, akik a rendszerváltozás éveiben, 1988-89-90-ben megpróbálták tudományosan, tehát nem csak, vagy nem is elsősorban napi politikai indulatokkal értelmezni, hogy mi is zajlik. Írt egy nagyon izgalmas könyvet a Hatalom és Mozgalom címmel, ami 89-ig foglalta össze az akkori egypárt, mert ma is van egy gyakorlatilag egy párt, tehát az MSZMP politikájának dilemmáit. Valószínű, hogy ma egy-két dolgot már történelmi távlatból másképp lát a Gyuri, de ennek akkor is ott nagyon pozitív szerepe volt. Egy a mozgalomban aktív fiatalember, önkritikus, de tudományos szemlélete. Aztán megírt egy olyan könyvet, ami szakkönyvnek tűnik inkább az eladósodás története, de azt hiszem, hogy nagyon lényeges. Hát emlékszem, milyen hisztéria volt az eladásodás, eladósodás körül a rendszerváltozás éveiben, és Gyuri ezt a történetet nagyon alaposan és jól föltárta, és már akkor érződött, hogy ő tudományosan tulajdonképpen a Kádár rendszer, sőt bizonyos értelemben Kádár János személye foglalkoztatta és foglalkoztatja. És bár egy átfogó Kádár monográfia nem született, és lehet, hogy nem is akar a Gyuri írni, de legalább két olyan téma van a Kádár problematikából, amely kapcsán szerintem Földes Gyuri új szempontokat fogalmazott meg. Az egyik a munkásság és a kádárizmus, vagy Kádár János viszonya, ami nem egyszerűsíthető le arra a tételre, hogy az egész munkásosztály vezető szerepe pusztán egy ilyen patyonkin falu lett volna. A másik témakör pedig, amit szintén Gyuri több formában is igyekezett feldolgozni, az a nemzet és Kádár János viszonya, és ebből nőtt ki aztán a két új könyve, monográfiája, amelyik Erdély és a magyar politika viszonyát, illetve Kádár János külpolitikáját elemezte és elemzi. Ezek szaktörténeti munkák, amelyeket szaktörténészek elemeztek, elemeznek és vitatkoznak vele, de olyan monumentális teljesítmény, ami azt bizonyítja, hogy valaki a politikai érdeklődés mellett is képes szuverén tudományos alkotásra. De emellett valóban nagyon sok aktuális csatája
volt és van Gyurinak az emlékezett politika övezetébe nagyon sokszor foglalt és foglal állást. Nem kell részleteznem, hogy a politikatörténeti intézet megmentésében, átmentésében egy tág baloldali műhely, méghozzá szerintem a legjobb magyarországi baloldali műhelynek a fenntartásában, innovációjában a Földes Gyurinak hihetetlen jelentős szerepe van, és miközben állítólag nyugdíjba ment papíron, ezt a nagy csatát, ezt továbbra is vállalja, és nagyon fontos, hogy vállalja. Tőle is hadd említsek egy friss élményt, ugyanez nem olvasmány, hanem hallomás élmény. Talán egy 4-5 nappal ezelőtt ment a Klubrádióban egy portré, Szénási Sándor faggatta Földes Györgyöt Nyers Erzsébet. És ebben az a legizgalmasabb, hogy ezennek a Szénási sorozatnak az első, talán egyetlen adása, amelyik élő személyiség történetével foglalkozik. Tudjuk ugyan, hogy Nyers Erzső beteg, de hála Istennek él. És Földes Gyuri képes volt ezt az örvendetesen kínos helyzetet egy szakmai pontossággal, történeti áttekintő képességgel és ugyanakkor empátiával megoldani, akit érdekel, meghallgatható még pár hétig a Klubrádió honlapján. Nagyon izgalmas, mert Nyers Erzső ugye 1990 után már kikapcsolódott az aktív politikából, de ott van a magyar gondolkodás és politika történetben, és Földes Gyurinak amúgy is van gazdaságtörténeti affinitása, nagyon-nagyon érdekes, ahogy ezt földolgozta. Lehet, hogy nem mértem ki másodpercekre, hogy kiről mennyit mondok, de hát ez is hozzátartozik a szabálytalan laudáció műfajához, és akkor most harmadikként Ákosról beszélünk. Hát Szilágyi Ákosnak is találtam egy ilyen furcsa kifejezést, amit rá lehet aggatni. Igaz, hogy ezt tőle loptam, mégpedig azt, hogy ő a tudományos helytelenkedő. És ez az önminősítése Szilágyi Ákosnak azt hiszem, hogy azért találó, mert ő rá sok minden mellett az jellemző, hogy valami hihetetlenül zavarba ejtően sok oldalú. Szóval Ákossal el lehetett menni, illetve Ákosért el lehetett menni a Beatrice koncertjére annak idején, ahol ő föllépett, de filozófiai munkákat írt és ír. Az első könyve, a Nem vagyok kritikus, okkal keltett nagy figyelmet. A Lukács kuratóriumi jelenlegi tagjai közül van, aki élesen megtámadta, van, aki részben vitatkozott vele, van, aki lelkesen üdvözölte. Egy szokatlan, bátor, izgalmas tanulmánykötet ma is érdemes elolvasni. De Ákos esszéket ír, az orosz ikonok tudományos elemzője, bámulatos nyelvjátékra képes, tényleg, és nem csak a verseiben, hanem az esszéiben. Én igyekszem minél több politológiai témájú cikket elolvasni, de igazán élvezetet szerintem az Ákos politológiai esszéi nyújtják, amelyekben a metaforák nem azért vannak, hogy elkönnyék az állásfoglalást, ellenkezőleg. Azért vannak a metaforák, a kékek és a zöldek és a többiek és a szívfejedelem, hogy Ákos ember közelbe hozza azokat a tendenciákat, amelyeket meg kell élnünk. Tehát a russzisztikának is, és sok minden másnak is, a pamfletírásnak kitűnő mestere. Nem köztudott, hogy a magyar szellemi életbe
de javíts ki Ákos, ha rosszul emlékszem. A 80-as évek második felében te dobtad be az illiberális demokrácia veszélyének a fogalmát. Akkor még Orbán Viktor valószínűleg azt se tudta, hogy mi ez, nem olvasta Zachariát, és... Azért, hát 14-ben... Nem 80-as évek. 2008 körül, bocsánat. 2008 körül, 2007-2008 körül, úgy is van fölírva. Szóval Orbán Viktor 2014-ben vállalta büszkén ezt a fogalmat, ugye Tusnár fürdőn, és tegnap előtt. És tegnap vissza. És vissza. Hát nem mondta vissza, csak az. Na most, ha szabad egy kicsit még ironizálni, bocsánat, akkor tulajdonképpen ez az Ákos által talán az Ésben, meg a Népszabadságban megírt esszék, ilyen önmagukat beteljesítő proféciaként hatottak, anélkül, hogy ezt Ákos szerette volna. Minden esetre nagyon lényeges volt, hogy szerintem Ákos éppen a maga művészi érzékenységével jelezte előre azt a folyamatot, amelyet a hagyományos tiszteletre méltó politológusok később próbáltak definiálni. Szóval az a fajta magatartás, amit Ákos képvisel, az a magyar szellemi életnek szinte minden területét érinti. Van egy nagyon izgalmas tanulmánya, amelyik a digitális világ problémáival, a Gutenberg galaxis és az új jelenségek egymáshoz való viszonyával foglalkozik. A nemrég elhunyt El Kazovszkijról írott könyve egyszerre vallomás, szép irodalom és egyúttal esztétikai elemzés. Be kell valljam, hogy hozzám nem állt igazán közel El Kazovszkijnak a művészete, most Ákos révén közelebb került, és ez megint az ő érdeme. Tehát, hogy tőle is említsek egy egészen friss olvasmányt, a Korunk című folyóirat, Gál Ernő és a korai Gál Gábor folyóiratáról van szó. Most közölte azt a tanulmányt, amit egyébként én digitálisan olvashattam az Ákos jóvoltából, a Hírnév átváltozásai címmel. És ez az esszé megint csak egyszerre tudományos és populáris. Tehát a sztárkultusszal, a hírnév piacosodásával és egyáltalán mindazokkal a jelenségekkel, amelyekkel körül vagyunk véve, újszerűen érdekesen foglalkozik, miközben Pasternak is, Tolstoy is, József Attila is megszólaltatik, és tulajdonképpen, Isten őriz, hogy parafrazeálja, de lényegében egy kulturális kapitalizmus kritika az, amit kiolvasok Ákosnak a tanulmányából, valahogy olyasmit szinte 80-100 év után, mint amit a frankfurti iskola, csak hát egy egész más közegben. És ebben is lehet, hogy tudatos rájátszással, minthogyha a legfiatalabb Lukács térne vissza, hiszen a fiatal Lukácsnak az az alaptétele, majd Sándor kiavít, hogyha rosszul idézem, hogy az élet és a lét az két dolog, és hogy az életet a lét jegyében kell korrigálni. Ez jelenik meg egy kicsit más megfogalmazásban Ákosnál, de nem azért, mert ő Lukácsot koppintja, hanem mert sok szempontból egy analóg helyzetbe kerülünk. És itt idézi azt a mondatot, amivel most már nem kell izgulnotok, be is fejezem ezeket az ismertetőket, de az a mondat, amely a mai művészet szemlélet szempontjából számomra mértékadó. Azt írja Ákos, csak az a művészet formálhat igényt az igazságra, és az a művész a hitelességre, amely és aki megtöri a látszatot, az igazságot, és nem magát akarja érvényesíteni. Elutasítja a győzelem, a siker, a megdicsőülés dicsét. Azt tudom mondani, hogy mind a hárman, akik most Lukács György díjban részesülnek,
nem a látszatok emberei, és nem a siker, a győzelem, a villogás, hanem a valóság ismeret tudósai és értelmiségei, és ezért szeretném átadni ezeket az okleveleket. És most felolvasom a hivatalos indoklást. Ferge Zsuzsa szociológusnak, a magyar szociálpolitika kiemelkedő egyéniségének több évtizedes tudományos munkássága, iskolateremtő szerepe, új könyvei és szenvedélyesen humanista elkötelezettsége tükröző közéleti szerepvállalása ismeréseként adományozza a Lukács György Alapítványnak. És ehhez még egy csokor virág is járul, önmagában is, de tegnap előtt volt a születésnapja, úgyhogy ezért pláne. Mit tettem meg a bátyázatban? Ha elmondhatok, mondhatok. Mindig boldogan fogadtam volna ezt a bűvéjét, soha boldogabban, mint most, amikor szeretném. Jó, csak akkor jövök. Még egy pillanat, csak a többit még felolvasom, jó? Földes György történésznek, a idézve Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 56-89, valamint a Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai 56-88 című munkáiért, tudományszervezői tevékenységért, valamint a legjelentősebb magyar baloldali szellemi műhely, a Politika Történeti Intézet több évtizedes irányításáért adományozza a Lukács György Alapítványnak. Most mondjad el, igen, még egy picit. Jó, rendben. Most a Gyurihoz javaslom, Lili. Egy mondatot mondanom, még pedig Lukács Györgyről is hallom, amit nem hagyhatok ki ezen alkalommal, mert nekem megadta az élet az, hogy Lukács Györgyel beszélhetem még. És az, hogy én most itt lehetek, és ezt a díjat megkapom, ennek a beszélgetésnek óriási szerepe van, nem úgy, ahogy előkészítettem, hanem kicsit másképp. 18 éves voltam, amikor fölé egy vitába keveredtem azzal a lányjal, akit akkor nem szerettem, és azt mondtam, hát ezt már csak Lukács György mondhatná meg. Hát hívjuk föl. Mire nem ön is testvértárul, hogy minden jobb benyomást keltsen a hölgyre, oda ment a telefonhoz, és fölhívtam Lukács Györgyet. Lukács György fölvette a telefonhoz. Na itt jött a baj, ebben a pillanatban én meghaltam. Akkor járultam, hogy milyen egy pofátlan balomban, és nem tudok semmit, és zavarom ezt a világ legnagyobb emberét, és ott elkezdtem hebegni, havogni, mire Lukács György rájött, hogy én mit akartam, valami államról folytatott itt, ahol nekem itt lenni. És akkor rájött arra, hogy ez egy fiatal ember is zavarban van. És akkor azt mondta, hogy hát hívjon fel, beteg vagyok most, már a halál előtt volt néhány hónappal. Beteg vagyok, de ha meggyógyulok, akkor fogadni fogom. Megmentett. És azért, hogy akkor a történet teljes legyen. Olyan mértékben elszégyeltem a saját pofátlanságon magamat, amire persze a helyzet némi magyarázatot adott, hogy utána megvettem Lukács György esztétikum sajátosságát, szerintem két között, amit azért 18 éves korában egy nem esztéta hajlandó embernek nem gondolom, hogy magától reflexe, és innen elindultam azon az úton, és próbáltam ezt a bűnömet helyre tenni azáltal, hogy Lukácsot olvasok, és sok mindent, úgyhogy ezt egyszerűen azt gondoltam, hogy ne haragudjanak, hogy ilyen és az ABC logikája alapján Szilágyi Ákos, esztéta közírónak. Lehet, hogy nem egész pontos ez a megfogalmazás, de mégis. Innovatív, elméleti és kritikai könyvéért, sokoldalú tudósi, szerkesztői, történészi, russzisztikai, filmes, képzőművészeti, esszé-szépírói munkásságáért, a társadalmi nyilvánosságban zajló viták bátor és progresszív alakításáért adományozza a Lukács György Alapítványnak. Köszönöm.
Én is kisebb voltam. Igen, igen. Hát így pofátlanságról én is beszámolhatom. Tulajdonképpen ezt tényleg senki nem tudja rajtam kívül. Nagy Péter tudhatná, de jó sírba vitte a titkot, hogy én nem a Dörös Sándor elleni kirohanással kezdtem a pályafutásomat, hanem egy ilyen 50 oldal körüli hatalmas tanulmánnyal. Ez tényleg pofátlanság volt, mert az Adalékok az esztétika történetéhez két kötetét vettem végig, hát persze már az esztétikum sajátossága, meg amit lehetett Lukács elég jó ismeretében. És hát mindazt, amit én gondoltam, ugye a tudástól, a kevés tudástól kótyagosaknak a magabiztosságára, azt én Lukácson vettem meg. Úgyhogy nem merték, ez az irodalom történet számára készült, nem tudom hol van, én se tartottam meg, elveszett örök időkre. Minden esetre én azt hiszem a legtöbbet, tehát egyáltalán esztétikát és esztétikusként gondolkodni, akkor tanultam meg, amikor ezt az Adalékokat elolvastam, és hát ugye ezek kis ablakok, egy szemelvény gyűjtemény, emlékszem, hogy a Mihályra tette össze, ezek ablakok az esztétika történetére. Ez az egyik, a másik pedig, amit általánosságban hadd mondjak el, én kedvelem a Hannah Arendtnek ezt a sivatag oázis metaforáját, és nem csak kedvelem, hanem iszonyatva látom azt, hogy Magyarország drámai ütemben sivatagosodik el, a szó természetesen szellemi értelmében, tehát oázisoknak tekintjük azokat a helyeket, a Lukács archívum, műhelyeket, folyóiratokat, lapokat, értelmiségi köröket, szakmai kisebb-nagyobb köröket, ahol ugye nem levegőt veszünk, hanem termeljük az oxigént, termelődik ez az oxigén. És az Arendtnek a metaforája úgy hangzik, hogy az oázis az nem a dolgok, hanem a viszonyok világa, az emberek világa, ahol emberek kapcsolatba kerülnek. Megmaradhat egy intézménynek a kerete, a neve is megmaradhat, de hogyha szétverik azt, ami az életet jelentette, amiért egyáltalán a létrejött és értelme van, akkor az helyrehozhatatlan. Tehát ezek sajnos nem visszafordítható, vagy belátható időn belül nem visszafordítható folyamatok, és nekem tényleg megtiszteltetés és kitüntetés a szónak most már nem a díj értelmében az, hogy éppen akkor tartottatok érdemesnek erre a díjra, amikor ez a kis oázis, ez is zsugorodóban van, és nem tudok mást mondani, természetesen az utolsó leheletünkig védenünkkel, mert hát ettől kapunk levegőt, és aki már nem kap levegőt, nincs ebben az országban. Köszönöm szépen! Köszönöm. Most megszintsünk a díjazottakkal és a vendégekkel. Azt hiszem kétféle van. Igen, édes, ez az édes. Odásátom a tárcát, neked még egyszer hozom a szállat. Kinek kínálhatom? Zsuzsa, neked édes? Nekem kínálhatsz száraz. Akkor ott a száraz. Én ki vagyok a száraz. Édes? Ja. Tessék, parancsolj. Köszönöm szépen. Jó.